Sziasztok, itt Karvaj, ez pedig a Faster Than Light, azaz Fénynél Sebesebben, egy 2012-es kis indie játék, ami 2013-ban vagy 4-ben kapott egy Advanced Edition feljavítást, mondjuk, amiben kb. Annyi újítás volt, mint az egész játékban előtte volt addig, és ingyen adták ki mindenkinek, hogy megvette a játékot, és nem kell külön megvásárolni most sem DLC-ként vagy Season Pass-ként, nincsenek ilyen hülyeségek, amiért ha egyszer kifizeted a játékot, akkor tiéd a játék, jó mi? És ez alapvetően egy roguelike űrhajós kalandjáték, amit ugye úgy lehetne fordítani, hogy ha egyszer meghalsz, akkor vége vesztettél, ott annyi volt a játék, el kell jutnod legelső szektorból, a legutolsó szektorból van egy boss fight, ha azt megnyered, akkor nyertél, addig él túl, szerelkezz föl, készülj fel rá, ilyesmi. Van már egy megkezdett játékom, amit folytathatnék, viszont az már a boss előtt van. Talán majd egy videóval felveszem külön, most viszont szeretném a legelejét bemutatni a játékot, amihez egy új játékot kell kezdenem, és mint látjátok, nincs olyan opció, hogy load game, tehát nem lehet előző játékot visszatölteni, úgy ért, hogy nem lehet egyszerre több mentés az embernek, vagy folytatod azt, amit elkezdtél, vagy kezdesz egy újat. Ezt meg lehet kerülni egy úgynevezett scum saving, tehát mit tudom, mondjuk aljas mentés módszerrel, ami alapvetően abból lehet, hogy manuálisan a dokumentumok mappádból a My Games Faster Than Light ott a mentés fájt, continue mentés fájlját elmentitek egy másik néven, és így vissza tudjátok tölteni átnevezéssel. Ezzel lehet így piszkoskodni, hogy mentetek egy bizonytalan helyzetben a játékotokból, és hogyha meghaltok, akkor azt visszatöltitek. Én nem erre használom, én hogyha meghalok, akkor meghalok, rendben van erről szóló játék, ez a játéknak a... Ez adja a bizonytalanságot, ami egy fontos dolog ezekben a roguelike játékokban, bizonytalanság érzete, és én csak arra használom ezt, hogy egyszerre több mentésem is lesen, hogyha valamit esetleg félbe vagyok, és kezdek egy újat, jelenleg kettő ilyen van, vagy hát ezzel együtt most már kettő. Szóval új játék. Igen. Áll lesz feszítve az előző, majd visszatöltöm, hogyha folytatnám. Van rengeteg hajónk, tehát itt meg lehet nézni a listát, ennyi hajó van a játékban, mindegyikhez van A, B és C verziók, illetve mindegyikhez van három lehetséges achievement. Két achievement-tel meg lehet szerezni a B kategóriát, a harmadik kategóriát pedig úgy, hogy a B-vel megnyerjük a játékot, tehát kinyerjük a boss-t. A V pedig az, hogy a következő hajót megkapjuk, tehát mindig ezekkel kell nyerni egyet, és akkor jön a következő hajó. A Lanius és a kristályhajó, ez az azonosítatlan igazából egy kristályhajó, ezeket pedig csak eventekkel lehet megszerezni. Szóval két hajónk van, egyről a Kestről, ez a kis alapföderációs emberi űrhajó, illetve ez az Engi cirkáló, az Engik ilyen terminátor lények, tehát annyira nem veszélyesek közelharcban, viszont félig organikusak, félig gépiek, ők főleg drónokkal harcolnak, amik egy külön dolog a fegyverek mellett, de szerintem most egyelőre megmutattam az alaphajónkat, a Kestret, három legénységi taggal kezd. Hát is nevezhetem akár. Most baromi kreativitásmentes leszek, de már úgyis madár nevek vannak. Kestrel az vörös vércsét jelent. Lássuk, kik az embereink. Schultz, Berko, Jack. Picit módosítottam a neveket, mint láthatjátok, hogyha találunk egy negyedik tagot, akkor azt majd elnevezem valami más kreatív módon. Advanced Edition aktiválva, normál nehézség. Két fegyverzetünk van, egyelőre rakétavető és egy lézerágyú. Kezdhetjük is. Szóval, mint láthatjátok, a játék alaptörténete az, hogy lázadók mindenhol jönnek, a lázadók üldöznek minket, el kell jutatnunk egy adathalmazt a szövetséges bázisra, a federációs bázisra, melynek segítségével legyőzhetjük a lázadókat. Ha nem jutunk el oda, akkor biztos a vereség. Szóval, ja, igen. Space-t lehet megállítani a játékot, hogyha hirtelen kell döntéseket hozni. Egyébként jelenleg automatikusan fel van töltve az FTL drive-unk, ugye Faster Than Light, fénysebességfeltiltozáshoz használható hajtóművünk. Hogyha a csatába kerülünk, vagy ilyesmi, akkor ez idő, amíg feltöltődik. Profet a pilóta. Alapvetően mindig kell egy pilóta, hogy repülhessünk, és ahhoz is, hogy legyen ivédünk, tehát ez a manőverezgetés, hogy kikerüljünk lövedékeket, ez is kell egy pilóta mindenképpen. Van egy olyan felszerelés, ami pilóta nélkül is segíti a kikerülést, de pilótával hatékonyabb. Van aztán pitak a hajtóműveknél, úgy néz ki, hogy adaptálom a fegyverekhez. Na mindegy, hajtóművek, hogyha van valaki itt, akkor gyorsabban feltöltődik az FDL Drive, illetve növeli az elkerülési esélyünket. Ha csak megsérül a hajtómű, még mindig kerülhetünk el dolgokat, illetve akkor is, ha nincs valaki a hajtóműveknél, viszont ha teljesen leáll, akkor 0% lesz az ivéd. Kiskozé pedig a fegyvereknél, ez arra jó, hogy gyorsabban töltsön fel, még a pajzsokhoz ajánlott valakit. Vannak továbbá ajtóknál fejlesztés, hogyha van itt egy ember, vagy felfejlesztem a technológiáját, akkor be lehet zárni az ajtók. Egyelőre, hogyha valaki a hajunkra átszáll ellenség, akkor szabadon járkálhat a szobák között. Illetve szenzorok, most így látjuk az ellenséges hajók szobáit, meg a sajátunkat, de
nem látjuk bennük az embereket, hogy a kettes lesz, akkor majd láthatjuk az ellenséges embereket is. Oxigén fegyverzet, ez a Medic Bay, egyelőre arra nincs szükség, inkább teszek hajtómerőpontokat, és van pont 3 energiánk a fegyverekre. Így né. Ez az üzemanyagunk, hogy hányszor utazhatunk, rakétáink, ez ugye fogyócik, illetve drónok, hogyha lenne drónunk, meg drónhoz egy kezelőfelület. Szóval remélhetőleg ki tudjuk majd bővíteni a legénységünket. Egyelőre majd fejleszteni akarom az ajtókat, vagy ha esetleg megtámadnak minket, a szenzorainkat, illetve persze kell a pajzsokat fejleszteni. Abból csak egy van, ez kettesével ugrik egyet csak, szóval elég drága. Energiát és hajtóműveket, fegyverzetet meg majd látjuk, hogy mit kapunk. Ez itt a térkép alapvetően ugráskor. Erről jönnek majd a körkörösen a lázadók. Ugráltunk ezekre a helyekre, a distressekre, ott biztos van valami külött, és egyelőre szerintem erre megyek, mert itt szétnézhetek, és nem tudom, hogy mennyi idő lehet arra az idő, hogy azt is megnézhetjük. Mindegy, kockáztunk lefejve a distressre, nem jutunk el. Ugye, menjünk ide is. Elhagyjuk az éjszakit, menjünk a distressre, biztos, ami biztos. Szóval lássuk, mi van itt. Esemény. Kisegítettem őket üzemanyaggal. Segítsünk neki, federációsok, szóval talán. És felébe update-olták a térképen, szóval látom, hogy itt ellenséget van, itt is, itt is, itt is. Arra van egy bolt, az egész pályát láthatjuk, nagyon jó. Itt is van egy distress, itt is van egy distress. Esetleg innen ide, aztán oda. Legyen ez. Boltokat lehet majd javítani a hajunkat máshol, csak véletlenszerű eseménnyel lehet. Ilyen random eventek vannak minden ugrás után. Lássuk csak, egy közeli holdról kapjuk a jelet. Egyetlen életforma, nézzünk meg. Barlangban, egészséges, viszont mentális állapottal megkérdezhető. Ilyennel eddig korábban játékaim során persze már játszottam, egyszer se sikerült még kinyírnom a fő boss, de talán ez majd megváltozik. Mikor egy ilyet felszedtem, egy ilyen őrült embert a hajóról, ugye itt nem tűnik annyira egyértelműnek, hogy hát megkérdezhető a mentális állapota, de ez nem jelenti azt, hogy őrült, ez inkább azt, hogy hagyjuk a őrülzet a dühöngés helyé, ez nem éri meg. Mivel nem tartottam, hogy általán nem őrült, felvettem és megölt az egyik legénységemet, szóval őt most itt hagyom, sajnálom. Túl sokáig volt az űrben egyedül, lássuk mi van erre. Menjünk a másik distress felé, kell majd üzemanyagot szereznem, mert ez a három hiányozni fog. Egy lázadó hajó, persze adják fel a készleteiket, lássuk át. Kezdődik a harc, pauzolom és kijelölöm, hogy mit mire lelő. Rakétával érdemes spórolni, de most meg fogom kilőni a pajzsrendszerüket, illetve a lézeremmel a fegyverzetüket célzom. Autofire-t állítok be, hogy ne csak arra kelljen figyeljen, most egyedre arra figyeljek majd, hogy az Artemis, de van olyan, hogy elfeledkezem a fegyverzetemről, hogyha nincsen autofire, feltöltött és nem lő semmire, meg csak így ülök. Nagyon jó, akkor pitak mehet is és megjavíthatja az oxigént. Oké, okay, Artemisre egyedül nem lesz most így szükségünk. Jöhet a pilóta fülke mondjuk. Ha mondjuk van egy javító drónjuk valószínűleg, szóval hamar kész lesznek, inkább a fegyverzetet folytatom. Ennek a lövését. Az egy drón központ, és olyan nincsenek repülő drónjaik, valószínűleg a fedélzetem van. Lehet, hogy egy harci drón, de valószínűleg, hogy egy javító drón. Kidobom a pilóta fülkét, inkább az teljesen lenullázza az elkerülésüket. Hát megjavították a fegyvereiket, oké, akkor ezt lövöm, mert nem akarom, hogy több rakétát rám lőjenek. Ott is van. Fajzsuk még úgy sincs. És hát meg is semmisült. Ugye ott van az életereje, kaptam egy ion fegyvert. Hú. Szóval az ion fegyver lényege az az, hogy fel tud charge-on és utána a pajzsokat tud lőni, végül is az Artemis helyett használhatom azt, azonban kéne hozzá még egy energia a fegyverekhez, illetve még egy energia itt, szóval egyelőre maradunk az Artemis használatánál. Itt van, hogy háromszor lehet feltölteni, és az ugye három ion lövés. Az ion lövés az nem bíz be sebzést a hajótestre, helyett, ja igen, és Dávidot elfelejtettem visszaküldeni a helyére. Nem bíz be fizikai sérülést, viszont a pajzsokat lenullázza meg rendszereket tönkretesz, vagy hát ideiglenesen tönkretesz, elmúlik magától, igazából csak lesz tanulja, inkább úgy mondanám. Itt van még egy distress, lássuk, hogy mi van itt. Találtunk egy menekült hajót, úgy néz ki a lázadók elől menekültek, de kifogytak az üzemanyagból. Distress Bacon aktívan rajta, nem tudjuk, hogy van-e itt valaki, lássuk, nézzünk szét ott. Oké, nem volt itt senki, de találtunk rakétát, meg pár scrapet, hulladékot gyakorlatilag, itt ez a fizetőeszköz, ebből tudjuk fejleszteni a hajunkat, meg ilyesmi. Oké, akkor utazzunk ide. Itt talán nincs is semmi, vagy valami event. Lázadó Beacon. Oké, a lázadók nem vettek még észre engem.
Föderációs tagokat így elfogtak, a civileket piszkálják. Maradtatok átszázva, vagy kifizetettem őket, hogy elengedjék a civileket, megtámadjuk őket. Oké, lássuk, miük van. Artemis, lőd a pajzsot. Liz, ez ugyanolyan, mint az előző, azt hiszem, Rigor. Aha, ennek pedig, ez mit tud? Védelmi drón, jó, hát akkor nincsen értelme igazából lézereket rálőnöm, vagy a rakétát rálőnöm, mert úgyis leszedné jó eséllyel, szóval lőm a fegyverzetüket ezzel. Pajzsok úgyis csak egy van, elég, hogyha egy lövésem eltalálja, csak mindegyiknek találnia kéne, hogy teljesen lekapcsoljon a fegyverzetük. Fantasztikus. Szóval most nem tudom használni az ajtót, nem tudom kinyitni, hogy ne legyen levegő a hajón. Szóval Kozit oda küldöm, hogy olyssa a tüzet, és utána javítsa meg az ajtót. Szerencsére nem a rakétájukat használják. Viszont jól többször nem tudnának minket kigyújtani. De. Ez így nagyon lassú lesz, főleg, hogyha meg tudják javítani a fegyverzetüket. Ugye tűzben nyilván a legénységi tagom, itt most Kozi, folyamatosan sérül, de remélhetőleg megúszta élve. Nem fogom hagyani meg hajónak fél, akkor elküldöm az orvosébe, de úgy néz ki, egyedülre bírjuk. Oké, a fegyverzetüket folyamatosan fele energián tudjuk tartani, így csak ez a plazma fegyverük működik, ami nem tud áthatolni a pajzsunkon. Elnézést kérek, ez egy lézer volt. Oké, következőleg viszont ki kell lőnünk a hajtóművüket, hogy ne tudják feltölteni az FTL drájukat. Hogyha elmenekülnek, akkor jelzik a lázadó flottának, hogy hol vagyunk, és hamarabb elkaphatnak minket. Sajnos nincs elég energiám a fegyvereken, hogy ionnal is meg tudjam lőni, szóval reméljük, hogy hatástalanítani tudjuk a... Oké, rögtön ugranak, viszont tönkretettük. És úgy gondoltam ebben a végjátszásban, hogyha valaki felajánl akármennyi nyersanyagot, hogy életben hagyjam, akkor nem fogom őket megvenni, mert nem vagyok egyetlen ember. Eddig nem így játszottam, de nem kicsit rosszul éreztem magam miatt, tehát ez csak egy videójáték, de... csak életben hagyom őket, ha már... Ha könyörög valaki az életért, akkor nem ölöd meg. Szóval így is kaptunk tőlük dolgokat, sikerült megjavítani a dolgokat, a mi hajunkon is. Így néz ki egyébként az ajtó, amikor valaki kezeli és be lehet zárni őket. Kozit átküldjük és meggyógyítjuk, mielőtt tovább haladnánk. Na vissza a helyedre. Oké, itt is van egy distress, és onnan nem tudunk menni a boltba, innen lehet a dolgra. Itt biztosan van egy hajó, nézzünk el akkor. Inkább ide, több mindent tudunk megnézni. Szóval, oké. Teljesen üres űr volt. Menjünk, nézzünk el ide. És itt alacsonyan vagyok már is üzemanyaggal. Egy federációs kolónia elpusztult, valahol kellene egy lázadó hajónak, keresik meg őket. Oké, meg is vannak, egy újabb rigor. Ó, ez most egy támadó combat drone, nagyszerű. Folyamatosan támadni fogja a pajzsomat. Ja igen, ebből elveszük az energiát, vissza a rakétára. Drónt kell működésképtelenné tenni, illetve az a baj, hogy... Oké, előbb ki kell lőnünk a drónt, hogy ez nem működjön, és utána lőhetjük csak meg a... majd a rakétával a fegyverzetet. Most azt hiszem az Artemis betölt, majd nem lő semmire, hogyha minden igaz, most kikapcsolgattam, újra nyitottam. Oké. És... talán most meg tudjuk őket lőni. Nem működik még mindig a... Zárfogjuk, de nem lőttem. Akkor ez mégsem működik most. Jó, van, ez összejött. Következő lövésünk a pajzsra megy. Fegyvereik egyelőre nem működnek. Oké, több rakétát nem pazarlunk. Következő mehet a hajtóművekre. Viszont a drónt javítják. Akkor mondja mégis a drónra? Nem. Megy a fegyverzetre, mert megjavították. Lehet, hogy van egy javító drónjuk is. Oké. Talán azért van egyetlen egy fegyverzetük csak. A másik ez csak úgy néz ki, de nem igazi fegyver. Mert minden energiát drónokra követik. Lőjük a hajtóművekre. Tönkre tudjuk tenni, és nem halnának meg a következő lövéssel, mert mellélőjünk egyet, akkor... Igen, következőnek sokkal kisebb az esély, hogy megmenekülnek előlünk.
pilóta elment javítani a hajtóművet. És talán visszament, mielőtt lőnék, nem tudom. Látjuk, hogy nyílnak az ajtók, de nem látjuk a legénységet. Nemek sem is ültek. Ők nem könyörögtek az életükért. Így is van. Szereztünk pár dolgot. Nézzünk el a boltba, amíg nem kerül ellenséges hatókörbe. Oké, tudunk venni átszázást, túl drága, nem tudunk venni klónozást, ez felcseréli az orvosi izét, hogyha valaki meghal és aktiál volt a klónozó éppen, akkor újra tudsz születni, ha pedig nincsen benne energia, akkor nem. Viszont van egy augmentáció, azok ilyen fejlesztések hajóra, vagy ilyen plusz cuccok, képességek, pozitív képességek, hogyha van egy olyan DNS mentés, hogyha ki is van kapcsolva a klónozó, akkor sem beszélik el a DNS-e az emberünknek. Illetve tudnánk felvenni legénységet is, de egyszerűbb, hogyha találunk egyet ingyen. Azon gondolkodom, hogy ezt a Ion Charge-ot eladjam-e. Már alapvetően gyorsan tölt. Lehet, hogy lenne haszna, ami 25-öt ér, többet, mint az Artemis. De mit vennék belőle? Ekkelőt? Végül is van haszna. Rá még pénzem. Amint gondolkodom az, hogy kelleni fog nekem teleporter, illetve esetleg mind control, de mind control helyett lehet esetleg ekkelőt is használni, nem tudom még. Ma a főbossz ellen kell készülni, hogy odáig eljutni nem nagy kihívás, viszont azt legyőzni, annál inkább. Egyelőre itt még szerintem nem veszek semmit, nincs túl sok pénzem, csak üzemanyagot meg javítást, és így ennyi 40-nél zártunk ismét. Itt biztos lesz valami. Másokat. Egyetlen engi hajó. Adjak nekik üzemanyagot. Oké. Okay. Persze, segítek szívesen. És kaptunk egy questet. Ja, nem én kaptam üzemanyagot, hogy valahova juttassam el, bocsánat. Milyen, hol van a quest? Hát reméljük a kijáratnál, hát elérik vajon? Most azon gondolkodom, hogy az exitet el tudom még élni, anélkül, hogy megtávolodnának. Mondjuk szinte biztosan jelenséges hajó van. Kockáztassunk. Ezután a kijárathoz kell majd mennem. És egyből meg is támadtak, egy automata hajó. Oké, itt a rakétának nincs értelme igazából. Kidobom a fegyverzetőket, akkor ők nem tudom, hogy rám lőni. Ez nem tudom micsoda, az viszont egy szimpla burst laser, egyes szintű, enyémnél egy gyengébb verzió. Ez viszont nem tudom, egy plazma. Elhibázott minket, az is elhibázott minket. Oké, ennyit a fegyverzetőkről jött a leginkább a hajtómű. Nincsen legénység ezeken a hajókon elvileg. Látjátok, nem mozog semmi. Ez csak egy drón. Automatikusan javít mindent a hajónak a számítógépe, de nem túl gyors. És végük is. Ingyen pénz. Ugorhatunk ide, és éppen időben vagyunk. El tudjuk hagyni a szektort. Oké. Okay. Ja, itt is van egy lázadó hajó. Megkeressük őket. Ez micsoda? Aha, tehát olyan sokáig keresgetjük őket, hogy a következő körben egyel nagyobbat fognak lépni majd a lázadó flotta mögöttünk. Remélhetőleg ettől függően nem értek itt minket utol. Hát, igazából most az lenne, de majd a következő ugrásnál lesz valami, ha minden igaz. Artemis hamarabb betölt, mint a burst laser, azzal majd megpróbáljuk kilőni ezt. Ez remélem, hogy nem egy rakétavető. Csak reméltem. Az Artemis remélhetőleg tönkreteszi a pajzsokat, és akkor többivel ki tudom lőni a drónjukat. Vagy a drónjuk lelövi a rakétánkat. Ám minden talált, jól van. Artemisre azt hiszem többet nem lesz szükségünk. Kilőhetjük, nem is tudom, mondjuk a fegyverzetüket. Bár igazából a fegyverzettel nem érnek semmit, mert van egy pajzsunk és azon nem tudnak átutni, szóval mehetünk a mozgékonyságokra. Vagy a pajzsra, mert úgyis azt javítják. Még egyszer kilőjük, ha minden jó, hogy akkor teljesen hatástalanítjuk. Oké, tönkrement, úgy néz ki, hogy tűz volt, akkor lövetjük a hajtóműket, nem tudjanak megszökni, illetve mozogni se, ivédelni. Felajánlották, oké, mindent ide adnak, életben hagyjuk őket, csak ezért. Barátságosak vagyunk, ennyi. Ó, igen, ezt a szektort úgyis elhagyom, szóval talán nem ér. Vagy a következő szektor olyan, hogy annyi, ha valószínűleg közelebb érnek, szóval. Van egy lázadó irányított, illetve egy Zoltán irányított. Menjünk inkább a Zoltánoshoz, mert ott van egy küldetés, amit ha megcsinálok, és hogyha egyáltalán megtámaszt a küldetést, akkor kaphatok egy Zoltán hajót, ami tök jó. Illetve annyira még nem vagyunk felfegyőre, azért lázadó területekre menjünk, szóval irány a Zoltán rendszer. Igen, alapvetően ők sem föderációs faj, de
Általában barátságosak, nem semleges most leginkább, tehát van amelyik ellenséges, van amelyik nem annyira. Nézzük meg itt, ott van a quest, akkor lehet, hogy inkább arra kéne menni, hogy jobban siessünk. Igen, mert oda hamar el tudnak majd jutni. El tudok egyáltalán oda jutni ahhoz a questhez, basszus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ugrás lenne. Vagy 5 ugrás lenne, de a szélén van a rendszernek. Hát meg tudunk sietni, most akkor kiadjunk dolgokat, hát ha jutunk oda, de... Ajaj. Nekik is üzemanyag kell, nagyon jó. Van, kisegítjük őket, egyelőre még nem vagyunk vészesben. Kaptunk még egy ilyen charge-ot. Egyet eladhatunk, ha más nem. Oké, most jön az, hogy ide jövünk. László flotta mindjárt megjelenik a rendszer szélén. És ellenség. Automata Rebel. László hajó. Szóval ezeknek van fegyverzete is, meg egy drónja. A támadó drón. Igazából, ha kidobom a fegyverzeteket, utána a drónt. A drón magában úgysem ér sokat, remélhetőleg nem van lézeres. Csak akkor ilyen valamint, hogyha éppen nincsen pajzsunk. Reméltek, Kozi dolgozik gyorsan, és hamarabb betöltünk, mint ők. Nem mindenük lézer, szóval nem tudnak átadni. A lézereknek az a lényeg, ezeknek a sugárfegyvereknek, hogyha van pajzs, akkor nem érnek semmit. Van egy-két lézer, ami átüt pajzsokon, de ez itt pont nem olyan, szóval nem is kell foglalkoznunk, akkor elővetjük egyből a, nem a pajzsot, a hajtóművet, utána majd a pajzsot. Tökre akarom tenni a mozgékonyságukat. Itt is van. Teljesen tropára lőttük. Jöhet a pajzs. Több sebzést tudjunk bevinni legközelebb. Egyébként a lézer veszélyes lenne ugye alapvetően, hogyha nincsen pajzs, mert több szobán át is tud sebezni, tüzeket gyújtani, ilyesmi. Oké, lőjük ismét a fegyverzetet, nem akarom, hogy megjavítsák. De alapvetően most nem tudnak sem mozogni, se pajzsuk nincs, tehát az a következő három lövés garantáltan megöli őket. Így is van. Nem fizetnek túl sokat. Á, hát kizár dolog, hogy eljussak oda. Sajnos. A lázadók területeire járni pedig nagyon ritkán éri meg. Mantis, ők ilyen kis bogárlények van teleportoljuk, szóval át fognak hozzánk szállni. Szóval Kozi, te menj gyorsan az ajtóirányító teremhez. És most rakétákat is használunk a pajzsra, illetve a fegyverzetükre a lézereket. Már is itt lesznek. Persze, hogy a pilóta fülkébe jöttek be, akkor viszont na, egyedül van. Közel az már jól tudom erősebbek, szóval Kozi, te inkább segítesz engem életben maradni. Segítesz nekem életben maradni. Igen, most itt sérültünk, egy picit már leszették a pajzsunkat. Artemisra talán többet nem lesz szükség, lövetjük a hajtóműveiket. Oké, hogy élek. Kozi, menj vissza a fegyverekhez. Remélhetőleg nem lövik a pilóta fülkét, mert van rá jó esély, hogy meghalnék. Ja, bocsánat, ez nem én vagyok, hanem Prophet. Igen. Magamat tenni a pilóta fülkével? Nem. Úgy gondoltam, hárman vagyunk, akkor én játszok, a többiek legyenek a legénység. Elnézést. Következőnek kilőjük a pajzsot. És a hajtóművet akarják megjavítani elsősorban, hogy elnézem. Nem lesz pajzsuk, akkor pedig garantáltan meghalnak. Tökre is tettük. Igazából most mindegy, hogy mire célzunk. Nem tudnak sem mozogni, se semmi. Jó esélye, csak ketten voltak a hajón, az egyik aki átszállt, a másik pedig aki próbál javítani dolgokat. Fegyverzetet sikerült részben, de túl késő. Oké, Dani, menj, gyógyulj meg. Illetve nézzük meg, hogy mi van a közelben. Lassan vagy költhetnék még egy réteg pajzsra, vagy hogyha van a boltban, van egy, ja, ott a quest, Viszlát quest, erről ennyit. Ha volna egy bolt a közelben, akkor esetleg vásárolhatnék valami fegyverzetet, mert most már elég jól meg vagyunk pakolva a pénzzel, de... Nagyszerűen egy Zoltán vadászhajó. A Zoltánoknak van egy olyan pajzs, ami semmi nem jut, tehát ezt először szét kell kapni, és csak utána tudjuk hajót sebezni. Viszont itt most pont jól fog jönni az ion fegyverünk. Egy rakétát is belelövetünk, csak a... érezzék a törődést. Az is kettőt fog sebezni a pajzson. Mert akkor most nem támadtak meg minket? Milyen opcióra kattintottam? Oké, ezek szerint nem lett ellenségünk. Kibővítették a térképünket, nagyszerű, akkor ott van egy bolt. És itt mi van? Ion vihar, nagyszerű. Akkor azt hiszem, menjünk inkább lefele. Hát, hogy van ott egy bolt, de itt is van, szóval... Itt úgyis lesz néhány összetűzésünk ellenséges hajókkal. Lehetnénk a gyorsabb útvonalon is. Egy... Kettő... Három... 5-6 van még, vagy
6 körünk, mondjuk számoljunk annyival. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ja, menjünk lefele. Bizony, hogy is érdemes figyelni, de egyre nem vagyunk kifogyóban. Szóval itt egy ellenséges kalózhajó, aki le akar minket fizetni, hogy ne szóljunk bele ebbe, ezt itt adják, de mi inkább hősködünk. Szóval lássuk, miük is van. Ion Chargernek így igazából nincs jelentősége. Egyetlen egy ágyújuk van. Ja nem, van egy rakétavetőjük is, oké. Már meglepődtem. Szóval próbáljuk meg elintézni a pajzsot, aztán a fegyverzeteket. Kozi tölts. Gyorsan, oké, hamarabb lőnek, mint mi. Minden majdnem mellé ment, viszont kigyulladtam. Szóval, Ádám, segíts kérlek. A rakétánk az céltévesztett. Nem baj, a fegyverzetüket le kell teljesen kapcsolnunk. Folyamatosan. És egyetlen egy fegyverrel úgyse tudnak minket elintézni, mert van egy pajzsunk. Oké. Ez elég lassú folyamat lesz, de... ez is valami. Oké, a rakétát fogják használni, nem pedig az ágyút, ami picit problémás számomra, mert ugye azt a pajzs nem állítja meg, hogyha eltállunk minket, szóval növelni kéne a mozgékonyságunkat. Oké. Nem talált. Kikapcsoltam az autofire-t teljesen, egyszerű. Mi van, tönkretettük a fegyverzetet, viszont most javítják rendesen. Visszakapcsoltam az autofire-t. Lehet, hogy inkább a mozgékonyságunkra teszek majd pár pontot, mint pajzs, nem tudom. Oké, ez is egy lefizetés, tehát még mindig terrorizálnák. Szóval őket megölöm, mert bántanak másokat, gyakorlatilag. Majd a civil hajó, akiket kisegítettünk, ők majd adhatnak valamit hálájuk jeléül, de kalózok lefizetését nem, azt nem fogadjuk el. Teljesen lekapcsoltuk a fegyverzetüket, lőjük továbbra is azt, nem akarjuk, hogy amúgy is mindjárt V-jük van, de nem akarom, hogy egyáltalán meglőjenek minket még egyszer rakétával. Jó van, szerencsénk volt, időbe betöltöttünk. 23. Illetve... az ellenséges egy lázadó hajó. Lassítsak le a lázadó flottát. Az nem lenne rossz. Oké, egy ugrással lassabbak lesznek. Nem öljük meg őket, csak úgy feleslegesen védtelnek. Szóval gyógyuljunk meg gyorsan, aztán mindenki vissza a helyére.